Szép napot, szép estét kívánok mindenkinek, február 25-e péntek van, lassan vége a télnek, mai adásunkban azonban még ajánlunk télbúcsúztató programot. Mai témáinkból következzék néhány, a Móri Zsigmond Színház az idei évad utolsó nagy színpadi előadására készül, az olvasópróbán jártunk. A táncfarsangra is ellátogatunk, vagy ellátogattunk, ahol a Grecsó testvérek darabját láthattuk. A Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium 100. tanévét ünnepli idén, ennek apropóján emlékkönyvet adtak ki, erről is beszámolunk. Ahogy a múlt szombati böllérversenyről is, most pedig egy szintén jeles évfordulóval indítjuk a mai adást. 30 éves lett a Mandala Dalszínház. A 3 évtized alatt 6000 előadást mutattak be hozzávetőleg 2 millió nézőnek. Február 26-án szombaton pedig nagyszabású születésnapi gála kezdődik, amit számos jubileumi program követ majd. Vendégünk a Mandala Dalszínház ügyvezetője Bódis Gábor. Jó estét! Szia, Gabi! Szia! Köszöntöm a nézőket is nagy szeretettel. Hihetetlen, hogy már 30 év telt el, de hát ugye így nosztalgiázik mindenki, amikor úgy visszaemlékszik rá, hogy mi minden történt az életében, és ugye tényleg az is hihetetlen, hogy mi ott voltunk ezen az előadáson, illetve én a nézőtéren ültem, ti viszont a színpadon, és akkor valami olyan, nem is tudom, azt éreztük mindannyian, szerintem a nézők is, meg a hozzátartozók, barátok, hogy valamiféle színház történelem íródik Nyíregyházán, és azt gondolom, hogy ez így is volt. Neked milyen emlékeid vannak az első előadásról? Hát szép emlékei vannak, természetesen. Most hirtelen az jut eszembe, hogy Lengyel Attila barátommal akkor az is a feladatunk volt, azon kívül, hogy szerepeltünk is a darabban, ugye én Putifárt alakítottam, legalábbis az első előadásokon, aztán később Fáraó is lett belőlem. Előre törtem, igen, hogy a mi feladatunk volt, Dobos Laci szegény, azt ránk bízta, hogy azt a bizonyos pergament, ami mögött ugye a narrátor elénekelte azt a bizonyos prológot, a Néha egy álom csodát ígér címűt, azt nekünk kellett felhúzni egy zsinórral, és utána gyakorlatilag, mivel a díszlet tér folyamatosan átalakult ilyen forgó, kerekeken görgő elemekkel, ezeket mindig nekünk kellett a helyére tolni, tehát még a kezdeti időben ez nem úgy volt, hogy a díszletesek forgatták be a helyére, hanem ezt Lengyel Attilával ketten intéztük, és rettentően izgultunk, hogy minden a helyére kerül-e. Hirtelen ez jutott eszembe, de természetesen sok szép emlék kötődik a József és a bűvös kabáthoz is. És hát ugye utána pedig gyakorlatilag lépésről lépésre, mint ahogy egy újszülött növekedett ez a színház, és tanult, és fejlődött, és mindenféle vizsgákon ment át, ha lehet ezt mondani, hiszen voltak időszakok, amikor mondhatom, hogy szinte semmi nem kedvezett annak, hogy ez a színház életben maradjon, de a hit és a nézőknek a szeretete, meg a művészet iránti elkötelezettség az mégiscsak életbe tartotta olyannyira, hogy először is nagykorú lett, aztán most már tényleg lassan az érett korba lépett, és mindig vannak fiatalok, hiszen ugye egy színház nem működne, hogyha nem lenne utánpótlás. Mennyit változott egyébként a 30 év alatt ez a színház? Hát bizonyos, tehát több dologban is változott. Először is, ugye amikor indultunk, ugye Dobos Laci alapító igazgatónk, sajnos ugye 4 éve hunyt el, aki 26 évig vezette ezt a színházat, az ő ötlete volt az, hogy egy musical színházat kell létrehozni, és ezt tényleg már a 80-as évek közepétől mondogatta néhányunknak, többek között nekem is, és igaza lett, és a terve az valóra vált. Ez egy nagyon jó gondolat volt, mint utólag beigazolódott, hiszen annyira újszerű volt az, hogy mi musicaleket és rockoperákat mutatunk be vidéken, hiszen gyakorlatilag Budapestre kellett utazni a nézőknek még a 90-es évek első felében mindenképpen, hogy musicalt vagy rockoperát lásson. Manapság ez már megszokott, hogy a kőszínházak műsorra tűzik szinte minden évadban egy musicalt vagy egy rockoperát. Ez ma már természetes, akkor ez egyáltalán nem így volt. Tehát újszerű volt a műfaj. Ez, hogy a cél ez volt, hogy egy musicalt hozzunk létre, ez egyben azzal is járt, hogy rengeteg tehetséges fiatalt gyűjtöttünk magunk köré, ugye az első stáb az gyakorlatilag meghallgatások által jött létre, tehát meghirdettük, hogy ki szeretne ebben részt venni, és annak idején a tánc részt Vészányú Katalin felvételiztette, az ének részt pedig Tomaszowski Katalin. Gyakorlatilag
összegyűjtött, egy olyan gyűjtőtégely lett a Mandala Dalszínháza, amely az összes olyan tehetséges fiatalt összegyűjtötte, akik esetleg a tudásukat, a tánctudásukat, az énektudásukat, a színészi ambícióikat csak külön-külön tudták volna megmutatni, viszont a musical az lehetőséget adott erre, hogy egyszerre táncoljanak, énekeljenek és színészkedjenek. És azt gondolom, hogy az is rendkívüli volt, hogy nem csak a színészek, illetve a művészek, hanem gyakorlatilag a műszak is ugyanúgy fiatalokból verbuválódott. Tehát úgy lettek világosítók, díszletesek, kellékesek a fiatalok, hogy nem volt semmiféle színházi előtanulmányuk. Igen, ebben Laci nagyszerű volt, hogy a tehetségeket igyekezte maga köré, vagy a színházhoz csábítani és maga köré gyűjteni. Igen, hát a Mandala az egy fiatalos színház volt, és ezért illett hozzánk egyébként a József és a Bűvös Kabát, ami egy hihetetlenül fiatalos darab. Ugye mindig mondom, hogy a szerző is, még a Jézus Krisztus Szupersztár előtt 17 évesen írta. Tehát egy 20. századi Mozartként tulajdonképpen, egy zseniként, nagyon illett hozzánk a produkció is. És bár soha nem működtünk iskolaként, ebből az is következik, hogy sok tehetséget neveltünk ki, és nagyon sokan maradtak a szakmában, vagy a rokon szakmában. Hát akár a televízióban, de hát sorra lehet mondani, filmszínészek is kerültek innen ki, színészek, kaszkadőrök, rendezőasszisztensek, rendezők. Tehát annak ellenére, hogy nem működtünk iskolaként soha, mégis valamilyen formában egy iskola volt a Mandala Dalszínház, egy induló iskola azoknak, akik később ebbe a szakmába vagy rokon szakmába helyezkedtek el. Ugye Laci nevét most többször is hallhatták a nézők, tényleg zseni volt, én úgy gondolom a maga korában a kreativitásával, az elképzeléseivel, a hitével, és azzal az iszonyatos energiával, mint egy gőzgép, ő ezt hitte és csinálta, és azt hiszem, hogy ez is nagyon-nagyon sokat jelentett. Tehát egy olyan motor volt, akinek a fordulatszámát fel kellett venni, és azzal a lelkesedéssel menni előre, és az ő öröksége talán az, hogy ez a fordulatszám meg tudott maradni, mert ugye nagyon sokszor az van, amikor egy próféta vagy vezető eltűnik a sereg éléről, akkor a sereg az összetörik, és nem tudja tovább folytatni, de hát ugye a 26. év után most már a 30. is beköszöntött előadásokkal, és nem csak előadásokkal, hanem gyakorlatilag ugye sok minden mással, mert úgy gondolom, hogy amikor azt mondtad, hogy kezdetben például a Madách Színházba kellett utazni ahhoz, hogy az ember musicalt lásson, jött az a fajta szerep, amikor a Madách Színház jött ide a Mandala Nyár jó voltából, és vagy amikor ötvöződött és integrálódott, hogy mit tudom én, egy Deák Bill Gyula állt a színpadon, vagy egy Varga Miklós, tehát sok szempontból tényleg nagyon-nagyon globális volt ez a szerep, amit a színház csinált, mindamellett, hogy sokat költöztetek is. Hát igen, igen, hát teher alatt nő a pálma, most szerintem itt ezekről a nehézségekről egy ünnep kapcsán nem nagyon szükséges beszélni, de voltak természetesen, amiket mindig le kellett gyűrni, de itt vagyunk. És Lacihoz, itt visszacsatolva ez a gondolathoz, ő sokszor mondta, hogy amikor egy vonatszerelvény elindul, akkor a mozdonynak ugye nagyon nehéz szerepe van, hogy azt megmozdítsa azt a szerelvényt, hát ugye itt egy hasonlattal élve ő volt a mozdony, aki ezt elkezdte húzni, de mindig mondta, hogy ha egyszer beindul, utána viszont már nagyon nehéz megállítani. Ezt sokszor mondta Laci, és ez így van. Az ő ereje volt, meg hite, tudása, látomásai, tervei, amik elindították a Mandala Dalszínházat, és valóban utána már nagyon nehéz megállni, és hál' Istennek még most is itt vagyunk. És tényleg ez a József és a Bűvös Kabát több szempontból szimbolikus, hiszen egy álom volt, néha egy álom csodát ígér, a csoda bekövetkezett, és hát a hatása pedig itt van. Például holnap este, amikor is egy nagyszabású gála műsorral köszöntitek tulajdonképpen ezt a 30. esztendőt. Ennek lesz folytatása is, ennek a téli gálának? Lesz majd a Mandala Nyár keretei között is egy ilyen nagy buli? Igen, tehát ez a mostani holnapi gála, ez valóban a társulatról szól, a nézőtéren is elsősorban barátok, egykori tagok, a szűk szurkolótábor, csak sikerül kimondani, fog ülni, és nyáron szeretnénk egy ismételt gálaműsort, ahol elsősorban a nyári eseményekről emlékeznénk meg, hiszen az első Mandala Nyár is 30 éve volt, és ott inkább a vendégtársulatokra, a vendégszínészekre koncentrálnánk, azok közül szeretnénk meghívni vendégeket, akik rendszeres
tagjai és résztvevői a Mandala nyár programsorozatának. Ez még formálódik ez a gála, még a dátuma sincs meg, de mindenképpen, aki esetleg erről a holnapiról lemarad, oda várjuk majd szeretettel. És hát lesznek egyéb programok is most a közeljövőben, mert hogy készülünk egy újabb bemutatóra, ez a Charlie nénye című zenés vígjáték, ami egy roppant népszerű darab, szinte nincs színház, aki ne tűzte volna még műsorára, a közszínházakra gondolok. Ezért döntöttünk mi is emellett a darab mellett, amely Brandon Thomas műve, az 20. századfordulóján íródott ez a darab, és aztán kitalálták Aldobói Nagy György és Szenes Iván, hogy ez mi lenne, ha dalokat írnának, és egy nagyon nagy siker születettik meg, sajátos módon ebben a formában csak Magyarországon, és hát mai napig, ahogy mondtam is, járja a magyar színházakat ez a produkció. A főszereplője Kovács Attila lesz, akinek ez egy jutalomjáték. Ő ugye egy többször átöltöző szerep, ugye férfi ruhában, női ruhában, és oda-vissza, és hát természetesen az előadást... Atosz már azért ilyen szerepekben szerintem volt már, Volt már hasonló, de tényleg nagy feladat, de meg fogja szépen oldani, és tényleg egy utalomjáték. Ezt így kell, hogy mondjam. Illetve hát több fiatal is szerepel a műben, mert hogy olyan szerepek vannak, hogy ezt fiatalokra kellett osztani mindenképpen, és hát Mikó István se hiányozhat, aki a rendezője a darabnak, ez már a 6. produkció, amit közösen valósítunk meg az ő irányításában. Szépen lassan beépül ide Nyíregyházára. Hát mondhatjuk, hogy most már a Mandala Dalszínház örökös tagjává válik, és ugye játszik is ismételten velünk ebbe a produkcióba, az ezredes szerepét fogja alakítani, és hát az övé lesz a Szabó Anikó, a partnerével együtt a legismertebb dal, az Orchideák című, mert ugye ez ennek a műnek a része, Aldobói Nagy György, Szenes Iván szerzeménye. Gabesz, mondtad, hogy főleg a barátok és a szűk mag lesz holnap este a nézőtéren, de hát hogyha valaki nagyon szeretne, van erre lehetőség? Lehet még jegyet kapni az előadásra? Hát nagyon csekély számban még van, de tényleg ugye ez a Váci Mihály Kulturális Központban lesz ez az esemény, ahol azért nem a szabad téren vagyunk, ahol nagyobb a befogadó képesség, úgyhogy nagyon, nagyon szűkös lehetőségek vannak. Azért is mondtam, ha valaki lemaradna, akkor a nyári gálára várjuk szeretettel. Hát köszönjük szépen, és Isten éltessen minden mondalást, köszönjük és minden nézőt szépen. Is. Köszönjük. Kedves nézők, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 100. tanévét ünnepli idén. Ebből az alkalomból az intézmény 100 év, 100 történet című jubileumi emlékkönyvet jelentetett meg, melyet a közelmúltban mutattak be a közönségnek.
eseményekkel emlékeznek az iskola 100 éves évfordulójára? 2021. szeptember 1-én nyitottuk meg a Vasvári Pál Gimnázium 100. tanévét. Erre a centenáriumi tanévre számtalan programot terveztünk, de sajnos a járványhelyzet nem enyhült, úgyhogy nagyon sok rendezvényt le kellett mondani. Ünnepelni gyűltünk össze, hiszen megjelent a 100 év 100 történet című jubileumi emlékkönyvünk. Itt a gimnázium aulájában egy kis műsorral, egy kis visszaemlékezéssel, egy kis beszélgetéssel mutatjuk be a nagy közönségnek ezt a kötetet. Győri Izabella kolléganőm, az ötletgazda, a főszerkesztő és hát a szerkesztőbizottság áttekintette a gimnázium 100 évét, és minden fontos fordulópont benne foglaltatik ebben a könyvben. Ajánlom mindenkinek, olvasmányos, szép kiadványról van szó. Milyen érzés átlépni a Vasvári gimnázium küszöbét ennyi év után? Nagyon-nagyon jó, és mindig örömmel jövök. Igazából én szoktam ide járni, hiszen sok-sok egyeztetés van mögöttünk az igazgatóasszonnyal, a vezetői karral, hiszen nagyon sok fejlesztés történt az elmúlt időszakban a tanulók, hallgatóknak az érdekében, úgyhogy mindig örömmel jövök, és nagyon szívesen segítek. Remélem, hogy az elmúlt időszak is jól mutatta, hogy szinte minden szegmensét tudtuk fejleszteni szakmailag a Vasvári Pál gimnáziumnak, és ez azért is nagyon fontos, mert látható, hogy a hallgatók mennyire szívesen jelentkeznek ide, és egyre többen, és ez is annak köszönhető, hogy a gimnázium folyamatosan megújul, és folyamatosan újat tud adni a hallgatóinak. Hogyan született meg ez az emlékkönyv? Amikor elkezdtünk arról gondolkodni, hogy milyen jó lenne összegyűjteni azt a sok kedves emléket és visszaemlékezést, amit mi itt a 100 év során már hallottunk, és mi magunk is egymásnak elmondtunk, akkor arra gondoltunk, hogy legyen egy olyan könyv, ami nagyon olvasmányosan, nem is annyira reprezentatívan, mint inkább letehetetlen olvasmányként elmeséli, hogy milyen volt a gimnázium, és hogy milyen ma a gimnázium. Ezért felhívást tettünk közé, öreg diákokat kérdeztünk arról, volt vasváris tanulókat, sőt, nyugdíjas kollégákat, hogy meséljenek nekünk, és a tantestület is nagyon sok kedves emléket, beszámolót írt, sőt, még akár interjúkat is készített. Közös munkaeredmények könyv, és most nagyon boldogok vagyunk, hogy elkészült, és bemutathatjuk. Milyen érzés volt vasváris diákként 40 esztendeig itt dolgozni a Vasvári Pál gimnáziumban? Ha egy szóval akarnék válaszolni, akkor különös, és ha két szóval, akkor azt mondom, hogy szenzációs. Eleinte, amikor ide kerültem fiatal kollégaként, a régi tanáraim lettek a kollégáim. Nagyon különleges élmény volt számomra, hogy együtt taníthattunk. Átvehettem azokat a módszereket, megismerhettem az ő elképzeléseiket a tanítással kapcsolatban, nem csak mint diák, ugye, hanem mint tanárkollega is, és a későbbiekben igyekeztem ezeket én is átvenni és alkalmazni. Persze a világ nagyon sokat változott 40 év alatt, és az embernek állandóan meg kellett újulnia, változnia kellett, de mindig igyekeztem a kor kihívásainak megfelelni. Nagyon szerettem tanítani, most is nagyon nagy örömmel jöttem vissza erre a különleges rendezvényre, ahol tulajdonképpen az iskolánk 100 éves jubileumát ünnepelhetjük. A folytatásban színház következik, a Nyíregyházi Teátrum az évad utolsó nagy színpadi bemutatójaként az Augustus Oklahomában című darabot tűzi műsorra, a világsikerű fekete komédiát Szikszai Rémus rendezi. Nem először rendezel itt a Móri Zsigmond Színházban, ugye legutóbb a Kalucsné kapcsán jártál itt. Milyen volt akkor a tapasztalatod ezzel a társulattal? Nagyon jó. Az egy nagyon-nagyon jó munka volt, egy ilyen igazi, feszkómentes, békés, nagyon mély meló, és szerintem én is és a társulat is nagyon szerette a munkát magát, az előadást is. Ilyen szívünk csücske volt, és én emlékszem arra, hogy még Indonéziából is, mikor előadás volt, akkor skype-oltunk, és utána dumáltunk a büfébe, hogy ment, meg mi volt, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen igazi jó hangulat volt, és
hát el ne kiabáljam, vagy kopogjam le, vagy hogy kell ezt mondani. Nagyon remélem, hogy ez a mostani is nagyon jó meló lesz. Szerintem már várja a közönség is az új darabokat. Beszéljünk egy picit akkor erről a mostaniról. Van ennek történelme azért, 2007-ben volt talán a világpremiérje, hogyha jól emlékszem, aztán film is készült belőle, és most itt a Nyíregyházi színpadon. Igen, ez egy 2007-es színdarab, ami Amerikában minden díjat elvitt, amit színházban meg lehet nyerni. Egy színész írta, Tracy Letts-nek hívják, aki nézte a Homeland-et például, de nagyon sok filmben lehet látni őt, ilyen általában FBI főnököt vagy CIA főnököt játszik, akiről kiderül, hogy szemét a végén. De hogy nagyon-nagyon-nagyon szépen van megírva, és ez egy abba az amerikai drámaírási hagyományba tartozik, ami a családról szól, vagy a családon keresztül a világról, a család széteséséről, és ez is az a címe, hogy Augustus Oklahomában, ez a magyar címe. Azért is, mert szerintem azért fordították így, mert az eredeti címe az Osage County, ami egy megye Oklahomában, na most ez olyan, mint hogyha, tehát az nekünk semmit nem mond, és így ezért ez a címe, és ez nagyon szép és nagyon kemény darab, tehát olyan, mintha egy amerikai három nővér lenne. Megspékelve egy nem félünk a farkastollal. Ugye 2013-ban ebből film is készült, talán sokaknak innen ismerős ez a cím. Mennyiben más, vagy mire számítson a nyíregyházi közönség ehhez a filmhez képest? Mi az, amiben több lesz most ez a színház? Egyrészt én abban bízom, hogy ez eleve színházra íródott. A filmadaptációt is maga a szerző készítette, aki ugye nem kevés jártas a filmművészetben sem, tehát hogy azért aztán pontosan tudta, hogy mit kell kihúzni belőle ahhoz, hogy az élvezhető legyen, parádés szereposztással. A Meryl Streep-től kezdve, tehát iszonyatos szerepok, Benedict Cumberbatch, őrületes szereposztása van tényleg, és szerintem szép film is a maga módján, de hát mégiscsak ez színházra íródott, és nagyon remélem, hogy sikerül ebből egy jó változatot készíteni itt Nyíregyházán. Én nagyon sokat dolgoztam ezen a szövegen, és nagyon bizakodó vagyok. Úgyhogy mondom, egy szép sztori, egy szép családi sztori, egy keserű családi sztori, tehát nem egy feltétlenül vígjáték, bár én szerettem a keserédes dolgokat, tehát nagyon sok fekete humor van benne, azt gondolom. Nagyon sok rendezőnél fontos, hogy amikor a néző hazamegy, akkor valami pluszt vigyen haza a színházból, ez nálad is így van. Mi az, amit te mindenképpen szeretnél ezzel átadni a közönségnek? Inkább kérdéseket tennék föl, mint üzenetet küldeni bárkinek is, mert ahhoz nem vagyok se elég bátor, se elég ügyes, se elég okos, hogy szerintem valahogy, tehát hogy a leglényegibb dolog, ami mégiscsak történik velünk, hogy beleszületünk egy családban, majd kirepülünk belőle, majd alapítunk egy másik családot, majd ez a két család valamilyen módon összeér. Tehát amin majd röhögni is lehet sokat, szerintem az a botrányos vacsora, amiben szerintem mindenkinek volt része. Én személy szerint elnézést kérek így utólag is a halott szüleimtől, hogy hány karácsont vágtam gajra. Nem tudom miért, de éppen gajra vágtam. Tehát, hogy talán erről, hogy jól csináljuk-e. Hogy képesek vagyunk-e arra, hogy elég jól kimutassuk azt, hogy szeretjük a családtagjainkat, a gyerekeinket, a szüleinket, hogy képesek vagyunk-e elfogadni egymást, hogy képesek vagyunk-e elfogadni azt, hogy a szüleink jobban szeretik egymást, mint minket. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk én is gyerekként megfeledkezni arról. Tehát mindig is abba voltam, hogy én vagyok a legfontosabb a szüleimnek. És emlékszem arra a pillanatra, amikor rádöbbentem, hogy ezek úgy szeretik egymást, hogy abban én nem nagyon férek bele. Most persze, hogy beleférek gyerekként, de hogy ilyen féltékenység kapott el 40 éves koromra. Miközben az a természetes, nem? Hát hiszen abból lettünk mi. Szóval ilyenekről szól. Természetvédelemmel zárjuk a víkend első felét. Február végén, március elején érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecske hoteleket. A házilag is könnyen kivitelezhető darázsgarázs a magányosan élő méhek és darazsak túlélését segíti. Maradjanak velünk a híradó után, telet búcsúztatunk, várjuk vissza Önöket. Ilyen apró járatokban helyezik el utódaikat a magányosan élő méhek és darazsak.
A bölcsőkamrák házilag is gyorsan elkészíthetők. Legegyszerűbben úgy, hogy 4-10 mm átmérőjű furatokkal lyugatunk ki egy tűzifa kuglit vagy gerenda darabot. Az elkészült darázsgarást erkélyre, ablakpárkányra is biztonsággal kihelyezhetjük. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület óvodákban is rendszeresen segít a méhecske hotelek elkészítésében. Amikor a gyerekek rájönnek arra, hogy ezek teljesen ártalmatlanok, akkor megnyugodnak, és hihetetlenül egy centiről lehet nagyítóval figyelni őket. Tehát én a ovopedagógusokat, akik mellesleg ugye az egyik kedvenc pedagógus csoportomat képezik, mert hogy hihetetlen felvilágosult, nem első oktató, a nevelő szemléletformán munkát végeznek. Tényleg biztatni tudok mindenkit, mert egészen elképesztően látványos, a gyerekek hihetetlenül élvezik, és nagyon komplex módon lehet nekik bemutatni, hogy a felelős magatartás, az állatok segítése, nem őrzése hogyan segít mi rajtunk is, és el lehet mondani, hogy na, amikor eszitek a szamócát, vagy eszitek a málnát, vagy eszitek a cseresznyét, medgyet, almát, akkor az azért van, mert emlékeztek, azok a kis rovarok segítettek nekünk beporozni. A szelíd beporzók védelme szakemberek szerint kiemelten fontos. Az Európában élő mintegy 2000 beporzó rovarfaj többsége a méhek, ezen belül is a magányosan élő fajok közül kerül ki, így nélkülözhetetlenek a változatos növényfajok beporzásában. Óriási bajban vannak globálisan, Európában és Magyarországon belül is. Egészen dermesztő kutatások látnak napvilágot. 2017-ben emlékszem, az egyik első ilyenre egy német kutatása mutatta ki, hogy németországi védett területeken a repülő rovar biomassza 75%-a eltűnt. Ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha kiment egy természet szerető ember, és emlékezett rá, hogy mi volt mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, ahhoz képest a 100 repülő rovarból 75 eltűnt. Ez rendkívül aggasztó. A méhecske hoteleket érdemes február második felében, legkésőbb március elején kirakni. Fontos, hogy esőtől védett helyre, lehetőség szerint keleti déli tájolással helyezzük ki, így közvetlen napsütés is éri majd őket. A hotelek márciustól június elejéig a legforgalmasabbak. Ez pedig már a Weekend második része, az idei farsangi időszak egyik utolsó programját ajánljuk Önöknek. Több civil szervezet, kulturális intézmény és az egyház összefogásával most először szerveznek farsangi felvonulást a Józsavárosban. A részletes programról és a jövőbeli tervekről Onderó Szilárdot, a Nyírség Könyvtár Alapítvány elnökét kérdezem. Szia Szilárd, jó estét! Szép jó estét kívánok én is! Tényleg nagy szabású. Dolgot találtok ki, de lehet, hogy minél többen vagyunk, annál nagyobb lesz az eredménye a tél előzésének, vagy valami hasonló volt egyébként a motivációtok? Hát gyakorlatilag kezdjük akkor az elején, hiszen aki ismeri Józsavárost és az ott zajló közösségi és civil életet, azok tudják, hogy Józsaváros sohasem a csendességéről és a visszahúzódásáról volt híres, hiszen évek óta nagyon jól működő civil szervezeti hálózat, fogalmazunk így, működik a városrészen, és igyekszünk minden évben több olyan programot szervezni, ami egy kicsit feldobja az ott élőknek az életét, és hozzájárul a kulturális életüknek a gyarapításához, illetve a színesítéséhez. Gondoljuk csak a Józsavárosi napokra, ugyanak már évtizedes hagyománya van, pár éve civil szervezetek is csatlakoztak hozzá, illetve tavalyi évben került először megrendezésre a Józsavárosi Advent, ami szintén újdonság volt a városrészben, és ha már ilyen újítók vagyunk, hát akkor a farsangot is miért ne ünnepelhetnénk meg, és űzhetnénk el a telet egy farsangi felvonulással, és ennek apropóján jött ez a kezdeményezés, hogy próbáljuk meg, egy kicsit mozdítsuk ki az embereket a bezártságból, és vonuljunk fel, és próbáljuk meg elűzni ezt a telet és ezt az időszakot, ami mögöttünk van, egy kicsit vidámabban. Ha már említetted a civil szervezeteket, hány civil szervezet működik ebben a városrészben? Akikkel mi együttműködünk, 5 civil szervezet, név szerint, hogyha fel lehet sorolni, mert azt gondolom valamennyien megérdemlik, hogy elhangozzon a nevük. A Családokért, a Fiatalokért, Együtt a Családokért, Kulturális Egyesület, Egymásért Családok Egyesülete,
a családokért, a fiatalokért és a gyermekekért közhasznú egyesület, nyírségkönyvtár alapítvány, nyírségi fiatalokért alapítvány, Szent Imre plébánia, és természetesen a józsavárosi polgárőrség azok, akik ebben a kis tevékenységben, rendezvényben is együttműködnek, illetve a Józsavárosi Művelődési Ház természetesen. Ugye több civil szervezet nevében is benne volt a család, az ifjúság, nyilván az idősebbek is. Nem tudom, hogy erre vonatkozólag van-e valamilyen tapasztalatotok vagy felmérésetek, mondjuk a Józsaváros lakosságát tekintve, milyen az életkori eloszlás. Ugye hát nyilván vannak, akik gyakorlatilag a Józsaváros felépülése óta mondjuk fiatal házasként kerültek oda, és ma már nyugdíjasok, de mennyire kedvelik mondjuk a felnövekvő új generáció, mennyire költöznek be fiatal házasok mondjuk a Józsavárosba? Mi azt látjuk, hogy a Nyírségkönyvtár Alapítvány is már 2003 óta működik ott a városrészen, és ezért örülünk annak, hogy az összefogásnak köszönhetően mi is csatlakozhatunk, és egy kicsit a könyvtár jellegünk is másabb lehet. És mi azt tapasztaljuk, hogy nyilván a városrészben az idős korosztály létszáma összetétele az igen magas, de azt látjuk, hogy a fiatalok is már szép számmal vannak jelen. Nyilván nagyon sok emberrel beszélgettünk. Nem tudunk úgy átmenni a városrészen, hogy valakivel ne elegyedjünk szóba. És az idősek mindig azt mondják, hogy egyre több fiatal, egyre több idegen költözik be ezekbe a házakba, ahol ők már ugye évtizedek óta élnek. Én azt gondolom, hogy ez nem baj, hiszen kell a vérfrissítés, kellenek a fiatalok, és hát úgy látjuk, hogy igen, a családalapítási kedv is a Józsavárosban igencsak meghatározó, ami onnan is látszik, hogy a különböző programjainkra fiatalok és fiatal családok is szép számmal jönnek el, a kisgyerekesektől akár a kamaszokig. Hát ugye, és több óvoda, több általános iskola is található a régióban, sőt ugye mondjuk a Szent Imre középiskola is, tehát vannak valóban fiatalok. Én magam nem vagyok józsavárosi, de amikor ebben a városrészben van dolgom, akkor mindig így tulajdonképpen megcsap az a nagyon családias érzés. Például nyaranta, hogy ott ülnek lenn a padokon, beszélgetnek, bicajoznak, kutyát sétáltatnak, tehát egy kicsit azért az ember van egy ilyen nosztalgia, hogy valóban emberek az emberekkel beszélgetnek, és mint hogyha egy picit visszaflesselnék mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Tehát meg lehet őrizni ezt a fajta intimitást, és talán ebben benne van pont az is, hogy ilyen jellegű civil szervezetek működnek együtt. Szilárd, beszélgessünk egy kicsit akkor magáról, erről a farsangi eseményről, hogy kell ezt elképzelni, mik a feltételei annak, hogy valaki részt vegyen ebben a felvonulásban, és pontosan mikor is tervezitek. Hát a legfontosabb feltétel, hogy el kell jönni, és részt kell venni. Most szombaton 3 órától délután a Szent Imre gimnázium előtti téren kezdjük meg a gyülekezőt. Mi azt szeretnénk kérni minden résztvevőtől és vendégtől, hogy valamilyen állarcot, jelmezt, hogyha lehetősége van rá, azért öltsön magára, hiszen ez egy farsangi felvonulás lesz. Több helyszínen fogunk megállni, az Igrice és a Mákvirág néptánc csoport fog velünk tartani, illetve ezeken a megállókon fánkosztásra fog sor kerülni, különböző műsorokat fognak előadni, felelevenítünk olyan régi népi játékokat, amiket biztos vagyok benne, hogy a lakosság sem ismerhet, és 5 órától visszamegyünk, 5 órára fogunk visszaérni a kiinduló ponthoz, amikor egy igen érdekes eseményre fog sor kerülni, hiszen kiszebáb égetés fog megvalósulni. Julcsának neveztük el azt a bábot, amit ez alkalommal összeállítottunk, el fogjuk égetni, el fogjuk temetni, vele együtt reméljük a telet és ezt a, hát mondjuk úgy, hogy nem igazán boldog időszakot, ami mögöttünk van. Az útvonalról mondanál valamit, mert mondjuk hát, ha valaki csak közben csatlakozik. Hú, Ószőlő utca, Robinson domb, 4 vagy 5 megálló lesz pontosan, a plakátokon ezt majd meg lehet tekinteni, valamennyi szervezetnek a Facebook oldalán, honlapján, ez megtalálható, városrész szerte ez ki van plakátolva. Egy biztos, hogyha a kezdőponton valaki csatlakozik hozzánk, és a végpontig velünk jön, akkor egy nagyon izgalmas felvonulásban lehet részt. Egy klassz kis szombat délután. Érdemes valamilyen zajkeltő eszközt vinni esetleg? Mert azért ez is hozzátartozik a farsanghoz. Hát aki tud, bármit hozhat magával, edényt, fedőt, kiskanalat, nagykanalat, amit szeretne, bár most is már az előkészületek zajlanak, a Józsavárosi Művházban gyerekek készítenek még
hangkeltő eszközöket, hogy biztos, hogy legyenek erre alkalmas tárgyak mindenkinek a kezében. Szóval sippaldobbal, nádi hegedűvel holnap délután 15 órakor a Szent Imre gimnázium előtt vártok mindenkit. Szilárd, köszönjük szépen, hogy itt jártál. Én is köszönöm szépen. Akik nem tudnak elmenni, most megnézhetik, milyen hangulatban telt a 4. nyírségi disznótoros fesztivál a Sóstói Múzeumfaluban múlt hétvégén. 17 csapat, mohácsi busók, panyolai alakoskodók, népzenészek, sokféle disznótoros étel és jó hangulat várta a közel 20 ezer látogatót. Na akkor elvihetem egy év múlva visszakapják. Nem, nagyon jó. Egy esztendő múlva hozom, tiszta jó lesz. Tiszta jó lesz. Nagyon jó. Itt a folyaszedő? Van-e rossz buja? Polgármester úr, adjon egy rossz buját most már! Kócz Bajusszos pulyaszedő járja a Sóstói Múzeumfalut a 4. nyírségi disznótoros fesztivállal egybekötött nemzetközi böllérversenyen, amelyet idén 20. alkalommal rendeztek meg Nyíregyházán. De nem csak a pulyaszedő riogatta a több ezer látogatót. A Múzeumfalu területét furcsa alakok lepték el február 19-én. Ebben a gyászmenetben bajuszos és férfinak öltözött nők kísérnek koporsóban egy halottat, akit csak petykónak becéznek. Ők a panyolai alakoskodók, akik minden februárban eltemetik a telet jelképező bábút. De itt voltak a farsangi maszkosok is, aki közül egy cigányasszony épp eladni szeretne valamit a nyíregyházi polgármesternek. Sikerült most első alkalommal a mohácsi búsoktól a botos csoportot meghívni. Ez azért szerencsés, mert most ugye ez jövő héten lesz a Mohácson, jövő héten kezdődik a busójárásos rendezvény. Eddig pedig nagyon sokszor egybeesett a mi rendezvényünkkel, ezért nem tudtak jelen lenni. Illetve szerencsés az, hogy az egyetemnek a rendezvényével is egybeestik, így közel 400 népzenés és néptáncos jelen van a rendezvényen, és tudják olyan szinten színesíteni a rendezvényt, hogy minden igényt szerintem kielégítik. Mohácsi busók hallgatják a rendezvényt megnyitó beszédeket, miközben Nagy István agrárminiszter bejelenti a kormány 4 milliárdos gyors segélyét a sertéstenyésztőknek. Amikor én gyerek voltam, akkor még voltak disznóülések. Akkor jártunk házról házra, rokonról rokonra, vittük a kóstolót egyikünknek a másikunknak. Ma ez elveszett. De átalakult. Megérezte a városi ember, aki egyre messzebb kerül egyébként a vidéki léttől, megérezte, hogy mennyire fontos ez. Az identitásunk miatt. Mert ezért vagyunk azok, akik. A Múzeumfaluba kilátogató közönség a disznótoros hagyományokat élőben követhette a fogópálinkák kóstolásától, a hagymás vér készítésén át a sült kolbászokig. A disznótoros hagyomány itt a 4. nyírségi disznóforos fesztiválon és a 20. nemzetközi böllérversenyen gyakorlatilag a disznó szúrásától a hurka főzésig, a toros káposzta készítésig, a kolbász töltésig a folyamatot itt végig meg lehet szemlélni, akik ide kilátogatnak, azok a hagyományőrzés magas színvonalát láthatják, mangalicából, őseink mangalica sertést tartottak, nagyon finom a húsa, és nagyon újabban azt mondják egészséges is. Most ezeket a hagyományokat át kell adni gyerekeinknek, unokáinknak, hiszen a régi paraszti hagyományok, vagy népi hagyományok, amikor András napkor megölték az első disznót, annak ki kellett tartani úgy februárig, úgy mostanáig, és februárban a másikat, a kóstolónak is szerepe volt, hiszen a komáknak, rokonoknak, barátoknak vittek kóstolót, és ugyanúgy visszakapták, tehát ki tudták számolni, hogy mikor kell majd februárban újabb disznótort tartani. Úgyhogy ez ma itt egy regionális fesztivál, mondhatom, hogy országos hírű regionális fesztivál, határon túli csapatok is vannak, aki ide kilátogat, az felejthetetlen élményekkel búcsúzik. Kovács Ferenc polgármester elmondása szerint már reggel 6 órakor jelentős volt az érdeklődés határon, innen és túlról egyaránt. Nyíregyháza 3 országhatár melletti megyének a székely, ebből adódik a város széles kapcsolatrendszere, Felvidéktől Partiumig, Kárpátaljáig élő kapcsolataink vannak, és ezeket a fesztiválokat mindig úgy szervezzük, hogy meg is hívunk.
testvérvárosokat, de egyébként be is jelentkeznek már, hogy mikor lesz, és szeretnének jönni. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Színesítik ezt az egész hangulatot, az ételektől kezdve a zenéig, mert itt délután mindenhol zene lesz és nótaszó. A fesztiválon 17 csapat mérte össze erejét. A zsűri értékelése szerint a legfinomabb hagymásvért a nyíregyházi polgármesteri hivatal készítette, a legjobb fogópálinkát pedig a megyei kormányhivatal szervírozta. A véres hurka kategóriájában a Duna House és a Sunshine Rádió közös csapata győzedelmeskedett. Májas hurkában és toros káposztában a tűzoltók vitték a prímet, a legjobb böllért a Tisza eszláriak hozták magukkal, a legszebb portát és legkreatívabb menüt a Hübner csapata tudhatta a magáinak, a legízletesebb kolbászt pedig a legnépszerűbb csapat, a kaplonyi petyárok készítették. Mi Kaplonyban már előtte valónap rákészülünk, oda készítjük üstöket, forrázóteknőt, tüzelőt, a disznót felkészítjük, hogy holnap neked annyi. Szólunk a szomszédságnak, barátoknak, rokonoknak. Hát ez egy ünnep nálunk. A tavaszias időben megtartott rendezvényen mintegy 18 ezer vendég fordult meg. Prózában és táncban meséltek magukról a Grecsó fivérek, az író Krisztián és a táncművész Zoltán a Táncfarsangon szerdán. A családi anekdoták alapozzák meg az előadást, amelyet a tánc és a zene tesz valódi színházi élményé, az íróval Viraszkó Szilvia beszélgetett. A művelődési házban 4 évente indult tánccsoport, mert Imre bácsi civilben állomásfőnök volt, és a vasúti forgalom mellett nem győzte a tömény oktatást. Nagy tisztesség volt bejutni, és az sem ártott, hogy jó évben született a nebuló. Szüleim mohó szerelmének hála, kiválasztott évfolyamba születtem. Láthattam, hogy a tanár úr, állomásfőnök úr beteker a heti mozifilm soros kópiájával az állomásról, lerakja azokat a mozigépházában, aztán hátra jön, előre csívéli a szallagos magdón a sebű együttes dunántúli ugrósát, és már lehetett is kapkodni a szandálos lábamat. Sosem voltam ügyes, se hajlékony, de ott ragadtam, mert már gyerekként sem tudtam feladni semmit. Muszáj volt csinálni, mert belekezdtem, mert évek feküdtek benne, mert az voltam én, amit csinálok. Azok a népdalok, azok a koreográfiák. Arról nem is beszélve, hogy kamaszként végre átölelhettem annak a lánynak a derekát, akinek már úgy szerettem volna átölelni, hogy majd belehaltam. Hogyan született ez az előadás? Hát már jó pár éve játsszuk, hál' Istennek, különböző formációkban. Ez a verziója a Várkert Bazár menedzselésével indult el, és
Az az alapötlet, miszerint irodalom és zene, meg tánc dialógusa megvalósulhat, az viszont megmaradt. Ennek külön pikantériát ad, hogy az irodalomra érkező válasz az az öcsémtől jön, táncban többek között, most Rácz Réka az ő partnere. Tehát minden este teljesen más, vagy legalábbis alapjaiban más. Én is cserélek szövegeket is, és természetesen a zenei és táncos válasz az minden alkalommal más. Ami megszületik, ami a helyhez, a hangulathoz kötődő, és hát természetesen nem pantomim, tehát nem eljátsszák, hogy mit hallottak, hanem hogy mit okozott bennük. Az ugye a kortárs balett egyébként is a történetmesélés hiány van, tehát ők nem mesélnek történetet, hanem dominálnak az érzelmek. És ehhez van két nagyszerű zenészünk is, akik szintén akkor improvizálják, akkor születik meg a dallam, akkor születik meg az a hangulat, tehát minden este egyedi és megismételhetetlen. Természetesen őket is bemutatnám, hogy György Andi és Kertész Endre fognak ma este muzsikálni itt Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színházban. A Kosztolányi meghatározásai szerint nem lehet csúnyább nevet alkotni a zenémnél. És az első kötetem előtt el is bizonytalanítottak, hogy tán úgy akarok járni, mondták a jövendőbeli kiadóm ápolt szakállas emberei, mint Kokorelli, aki ezzel a borzalmas vezetéknévvel lett író. Én meg, ha már így felhozták, zavaromban őt mormoltam magamban. Ami fészkelődik, az a szeretet. Először előre adják ki a szeretetet, amennyi jut megfelelő részletekben. Akkoriban még tudtam fejből verseket. Összekavajodott sorok óriási gombolyagja lifegett a szívemen. Mit fogtok magatokról mesélni? Itt én szólalhatok meg egyedül, rendkívül domináns és kiváló helyzetem van. Azt hazudok, azt mondok, amit akarok. Bárkiről ők csak zenével és tánccal válaszolhatnak, de már előfordult, hogy kigúnyoltam az öcsémet, és olyan pimasz módon tudott a tánc nyelvén gúnyosan válaszolni, hogy a közönség értette a humort, és rögtön tudták, hogy hogyan dobta vissza a fricskát. Tehát ez a játék, ez a kis szellemi pingpong, ez így is meg tud valósulni. Egy ilyen névvel, ami nem elég, hogy szlávos, de még csúnya is, nem lehet magyar író az ember. Arról már végképp nem szólva, hogy anyámék, ezt a 70-es években divatos keresztnevet találták hozzám, és az apám vezeték nevéhez időnek, amelynek kezdő hangja, a vezeték nevem hangjának zöngétlen párja. Így bankban, adóhivatalban, rendőrségen, betegfelvételen, tanulmányi osztályon és más akasztásra kijelölt helyeken mindig zöngétlenedett a nevem, mire leírták. Ahogy betűlett belőle, már kává változott. Hiába próbáltam szinte nevetségesen artikulálni, és talán az is rontott a helyzeten, hogy a zöngétlen zöngés pár után mindkét tagban pörgetni kellett az R hangot. Milyen ebben a produkcióban táncolni itt a testvéreddel? Igazából már csak ebben az egy produkcióban táncolok, mert hogy 38 éves vagyok, ez egy ilyen pálya, hogy szépen lassan múlnak el a szerepek.
ez a produkció azért kedves nagyon a számomra, egyrésztről meg természetesen a testvéremmel csinálhatom, másrésztről meg engem mindig inspiráltak azok a helyzetek, ahol idomulni kell. Tehát, hogy van egy szöveg, és azokból csíphetem ki azokat a dolgokat, amik számomra, vagy amik bennem megmozdítanak valamit, és hogy azzal mit kezdek, ennek a szabadsága, ez hihetetlenül nagy kihívás számomra. Mennyire vagytok hasonlóak, és mennyire vagytok különbözőek a mindennapokban, tulajdonságokban? Kezdünk összeérni, azt hiszem, hogy egyre jobban hasonlítunk. Azt mondják, hogy 6,5 év után az már nem is testvéri viszony, közöttünk pont 6,5 év van, tehát hogy nagy a korkülönbség. Egyre több dologban hasonlítunk, egyre inkább. Tudom, hogy utaztok is ezzel a produkcióval, nem csak a Várkert bazárban léptek föl. Mennyire fogadja másként, most azt mondom, hogy a vidéki közönség, mint a budapesti az előadásokat? Mi a színpadról igazából inkább érzéseket, mint hogy a bátyám az előbb is említette, hogy mi érzésekkel kommunikálunk, inkább azokat is tudjuk fogadni. Tehát, hogy ott egy tapsból olyan érdekes, hogy könnyű táncolni, ha szereti a közönség az előadást, és valahogy a gravitáció 10-szeresére emelkedik, vagy nehezedik a súlyom, hogyha nem annyira kedvelnek minket, vagy zárkózottak. Én azt szoktam érezni, hogy Budapesten ez egy bejáratottabb műfaj, ezért rögtön az elejétől fogva szimpatikusak lehetünk. Vidéken ez máshogy történik, itt meg kell harcolnunk a szeretetért, de általában szokott sikerülni. Nagyon kedves a közönség mindig. Köszönöm, hogy most is velünk tartottak, aki lemaradt mai adásunkról, az később visszanézheti a Kölcsei Televízió YouTube csatornáján a műsort. Találkozunk jövő pénteken is itt a Weekendben, viszontlátásra!